tudatosság és az észlelési határok kiterjesztése. Energia és auraérzékelés. Online alapkurzus. Kicsoda volt Jákob Bőme? Aki igazán kíváncsi az élet mélységeire és fogékony a misztikára, annak szeretném bemutatni Jákob Bőmét. Az egyszerűnek éppen nem mondható sustert, aki a középkori misztikus hagyomány és a luteránus spirituális szemlélet szintézisének megteremtője volt. És hogy még izgalmasabb legyen a szellemi teljesítménye, autodidakta módon jutott el. Meddig is? Nos, ezt mindenki válaszolja meg magának, miután tanulmányozta integratív munkásságát. A német luteránus misztikus és természetbölcselő először iparosként kezdte. Vándor alatt bejárta Európa jelentős szellemi központjait. 1599-ben Görlitzben telepedett meg. Nem sokkal ezután megkezdődtek a látomásai, amelyeket nyugodtan hívhatunk misztikus élményeknek is. Ez indította őt arra, hogy hasonló beállítottságú személyekkel, illetve társaságokkal vegye fel a kapcsolatot életrajzából kiderül, hogy 1612-től kezdte papírra vetni gondolatait. Leghíresebb műve az Aurora címet viseli. Ebben egy mindent átható isteni erőről ír, és azt latolgatja, hogy van-e lehetőség a világnak visszatérni Istenhez. Bőme erre igenlő választ adott. Tegyük hozzá, hogy Bőme az egész teremtést Istennel azonosítja tehát misztikája panteista alapokon nyugszik. A lelkészek rossz szemmel nézték bőmeténykedését, ezért megtiltották neki vallási, misztikus élményeinek a lejegyzetelését. Bőme abból indult ki, hogy Isten tulajdonképpen önmagát valósítja meg, amikor egy világot, avagy egy élőlényt megteremt. A világban megjelenő rossz szerinte nem más, mint Isten teremtésének tagadása. Ez a kettősség válik a világ, illetve ez a konfliktus válik a világban létező ember belső konfliktusainak motorjává. Bőme alapállásában a Krisztus esemény voltak éppen a megváltás, amelynek során létrejön az isteni és az emberi tudat egysége. Így a lélek képes visszatérni Istenhez. Jákob Bőme, aki 1575 és 1624 között élt, kétségtelenül az egyik legjelentősebb európai gondolkodó. Ő kimondja, hogy az ember egy mikroteosz, minthogy teremtői képességekkel bír. Ez a képesség az imagináció által működtethető és használható. Ez az adottságunk teszi számunkra lehetővé, hogy az önmagunkról alkotott kép megvalósuljon. Csak hogy, ha nem működik tisztán ez a képességünk, akkor a létezésünket alkotó erőket nem tudjuk megfelelően irányítani. Így könnyen a romlás állapotába juttathatjuk magunkat. Azonban, az imagináció helyes használata, melyhez a tisztaság elengedhetetlen, helyes életrendhez vezet. Bőme arra hívja fel a figyelmet, hogy a lét megzavarodott állapotban van. Ez végeredményben arra vezethető vissza, hogy szerinte az imaginációnk zavaros. Tehát az a kép, amit meg akarunk valósítani, már eleve hibás. Így ez a diszonancia nyilatkozik meg a test a lélek és a szellem szintjén más-más formában, de közös gyökér okkal. Bőme többször említi az emberi akaratnak a fontosságát az imagináció során. Oly módon, mint egyfajta élettel telítő elvet. Hambas Béla így méltatja bőmét a sciencia szakrában. Európa történetében csak egyetlen, az arhaikus szintézisekkel majdnem minden vonatkozásban egyenrangú egység keletkezett. És ez Jákob Bőme misztikája. Bőme angol, francia, német és orosz tanítványaival nemcsak az európai misztika, az alkímia, az asztrológia, az aritmológia elemeit építette egybe. Alapvető intuíciói visszanyúlnak India, Kína, Irán, Egyiptom, abszolút és ősi kinyilatkoztatásaira. Tanítványai Pasqualis, Szem Márten, Báder, ez utóbbin keresztül bergya Bergyajev és Daki gondolatait a mai napig elhozzák. E tanítványok között a legjelentékenyebb Szem Márten és Báder, akik bőmével egyszelleműek, és akik tanításukkal az újkori Európában a metafizikai éberség legmagasabb fokát jelentik. Amúgy pedig a keresztény misztikusok közül azért is emelkedik ki bőme, mert szembe mert nézni olyan sarkalatos és kínos kérdésekkel, mint amilyen a rossz eredete, amelyre ő azt a választatta, hogy Istentől származik csak úgy, mint a jó. Istenre, az isteni fundamentumra úgy tekint, mint ami minden emberben megnyilvánul azáltal, hogy részekre osztja önmagát és felruházza egyes részeit az érzékelő képességgel. Az életen, a teste töltésen át, Isten lényegében önmagát vezeti vissza a saját egységébe, miközben az isteni azonosság ténye és léte nem szakad meg. Innen nézve egészen új megvilágításba kerül a keresztény eszmetörténetben a reinkarnáció jelentősége. Ami pedig az emberben isteni bőme szerint mindenféleképpen visszatér Istenhez a halál után. Az pedig, ami bennünk emberi, csak akkor tér vissza, ha képes volt azonosulni az emberben lévő Istenivel. Máskülönben nem. Akit behatóbban érdekelnek az érzékfeletti világ, a misztikus praxis, és az alkímia részletei, annak alapvető kihívás bőme tanulmányozása. Boldog napot! A hét belső kapu. Spirituális önismeret és önharmonizálás online alapkurzus. A tudatosság és az észlelési határok kiterjesztése. Energia és aura érzékelés online alapkurzus